Sziasztok! A mai videóban az izotóp ózon 7-es programját fogjuk összehasonlítani a nemrég megjelent izotóp ózon 8-as verziójával. Ha valaki esetleg nem tudná, ez egy mastering szoftver, és hát elég jó dolgokat lehet vele csinálni, tehát eléggé hasznosnak ítélem a program használatát, és akkor nézzük is, én itt már betöltöttem, ez itt az izotóp ózon 7-esnek a kezdő felülete, ez pedig a 8-asnak. Ami már most látható ezen a felületen, hogy az izotóp ózon 7-esnek itt lent van a plugin lánca, a 8-asnál pedig itt. Viszont egyéb jellegű változás nem nagyon van, tehát equalizerről beszélünk ezen a felületen, tehát olyan extra nagy változás nincs, annyi, hogy itt a grafikus rész, tehát maga a grafika, az is változott egy picit, nem nagyon éppen, hogy csak, viszont tehát akkor ez látható, hogy az equalizerben olyan különösebb változás nincsen. Úgyhogy akkor nézzünk is tovább, átmegyünk a dinamika szekcióba, ugye ez itt a multiband kompresszor, és az, az igazság, hogy itt sincs különbség. Tehát ugyanúgy megvannak ezek a felületek, csak máshol vannak helyezve. De például az alap kinézet az például itt teljesen egyforma. Tehát nincs igazából nagy különbség, és hát meg kell mondjam őszintén, hogy a magának a szoftvernek a használatában sincs olyan kirívó nagy minőség különbség. Én azt mondom már így rögtön a legelején, hogy érdemes ezt a 8-as verziót inkább úgy felfogni, mint hogyha a 7-est fejlesztették volna tovább, azaz annak az esetleges programhibáit, szoftver hibáit javították volna, és ez így átkerült volna a 8-as verzióba. Ugyanakkor nézzük tovább, hogy mink van még. Ugye itt van a maximizer, és ebben sincs semmi változás. Tehát ugyanúgy ez az IRC szekció, ez ugyanúgy a 4-esig megy tovább, tehát nincs olyan extra továbbfejlesztés itt ebben a történetben. Na de, nézzük akkor, hogy mi az, ami viszont egy különbséget tud számunkra mutatni, ez pedig az exciterünk. És akkor lássuk is, itt az van, hogy a csőemulációt, a szalagemulációt, azt mi ugye ki tudjuk választani, viszont nem tudjuk adott frekvencia tartományra külön rátenni. Ez azt jelenti, hogy ha mi itt kiválasztottuk, akkor a teljes frekvencia tartományra fogja ezt az emulációt rátenni. Viszont a 8-asban már van lehetőségünk választani, hogy az adott frekvencia tartományra milyen szoftver emuláció kerüljön. Tehát, hogyha akarunk, akkor mi szalagos emulációt választunk, csöves emulációt, stb. És ezt külön meg tudjuk tenni. Tehát ez már egy nagy különbség. Megvan a maga haszna. Ugye ennek a szekciónak, tényleg, ha valaki esetleg nem tudná, ennek az a lényege, hogy hát egy ilyen kicsit analógabb hangzást hoz létre itt a nagy digitális jelfolyamban. Felharmonikusokat generál, és ennek a módjait tudjuk itt kiválasztani, az intenzitását, stb. Igazából erről szól ez az exciter itt, tehát ez a különbség ebben a szekcióban. Viszont akkor felmerül a kérdés, hogy mi az, ami új itt a 8-asban. Ugye nyilván, amit az előbb is mondtam, hogy stabilabban működik a szoftver a 7-es verzióhoz képest, úgyhogy ez egyértelműen adott, viszont van itt nekünk egy újdonságunk, ami a 7-es verzióban nincs meg, ez pedig ez. Igazából ez a szekció arra való, hogyha nekünk van egy sztereó zenénk, ugye ezt maszterelni akarjuk, és azt halljuk, hogy túl harsány, az már túl durva, tehát túl sok benne a tranziens bizonyos helyeken, stb., akkor ezzel a szoftverrel mi ezt... Hát egy kicsit tudjuk lágyítani, meg is mutatom, hogy miről van szó. Úgy tűnik, mintha ez egy equalizer lenne, de valójában nem. És itt most ilyen eléggé eldurvított variánsban csinálom én ezt.
De valójában arról szól ez a dolog, hogy tényleg az ilyen nagyon intenzív tranzienseket egy kicsit visszafogja, kicsit ellágyítja, és ez erre jó. Olyan túl sok helyen az alkalmazása az fölösleges lenne. Ez azoknak jó, akik tényleg így masteringgel foglalkoznak, és mondjuk nem ők maguk csinálták a mixinget. Mert hogyha mi magunk csináljuk a mixet, akkor mi már a keverés során is ezt el tudjuk végezni, ahhoz nem kell ez a szoftver, meg tehát így tök fölösleges. De hogyha mondjuk egy idegen anyagot készítünk, ahol azt tapasztaljuk, hogy tényleg túl harsány és túl feleslegesen sok a tranziens, túl olyan érces az egész, akkor ezzel tudunk lágyítani, és hát nyilván nem ilyen szélsőséges beállítások mellett, mint ahogy én ezt itt most megmutattam gyorsba. Tehát ez erre jó. De akkor jöjjön a következő nagy kérdés, hogy akkor úgy őszintén milyen újdonság van még itt az Izotóp Ózon 8-asban, és akkor lássuk is. Én itt most a 7-es verziót azt eltüntetem, és akkor itt van nekünk ugye a 8-as verziónk alapfelállásban, és jöjjön valami, ami nekünk jó lehet. Ugye én itt most a demót tesztelem 10 napig, ez teljes értékű, úgyhogy ha valaki le akarja saját magának tesztelni, akkor ezt nyugodtan megteheti, mert hogyha letölti, akkor 10 napig teljes értékűként tudja használni, és hát ugye nyilván utána meg kell venni. No, hát lássuk, hogy mink van. Hát ez a balance control, ez egy érdekes dolog, mert egyrésztről baromi jó, hogy van, másrésztről meg tök fölösleges. Hogyha valaki nagyon jó, vagy legalábbis jónak számít a mastering munkafolyamatában, akkor annak ez a szoftver tök fölösleges lesz. Viszont azoknak, akik kevésbé foglalkoznak vele, és egy picit ráhagyatkoznak a gépre, annak ez a szoftver, ez egy tök jó dolog lesz. Ugyanis ez figyelembe veszi hát igazából a frekvencia tartományt, hogy az egyes frekvencia tartományokon milyen erős a hangerő. Ebbe a szoftverbe, ebbe itt, amit itt látok, ebbe beletáplálták a legújabb zenéknek, zenei stílusok szerint az értékeit, hogy milyen frekvencia tartományokban és milyen hangerőn mennek ezek a jól ismert számok. És itt lehet választani egyes ilyen beállítások szerint, hát modern zene, itt láthatjuk, hogyha itt nézzük, ez egy, hát egy frekvencia tartományt képzeljünk el ide, vagyis egy frekvencia görbét képzeljünk el ide, és ez ugye láthatóan változik a szerint, hogy milyen stílust választunk, és a lényeg az, hogy beletáplálták az összes mai modern zenének az értékeit, és ez igazából ez egy átlag érték, amit itt látunk, és hogyha elindítom a zenét, már pedig el fogom indítani, akkor azt látjuk, hogy az, ami most éppen megy, az hol nem jó. Tehát ehhez az értékhez képest, tehát a többi számhoz képest. Ugye a frekvenciák azok így ilyen kicsit érdekesen mozognak, de át tudjuk variálni így is, tehát ilyen nézetben is tudjuk megtekinteni ezt, és akkor rájövünk, hogy bizony itt előfordulhat, hogy equalizerrel kicsit alakítani kell a dolgokon, és kiválasztunk egy plugint, egyértelműen az Izotóp Ózon 8-ast, és akkor itt már tudunk equalizerrel dolgozni, és összekapcsolja a két szoftver egymást. És a cél az, hogy amennyire csak lehet, hogyha stílust választunk, hogy ez a fehér vonal, igazából a frekvencia görbe egy lelassított állapotában, ez úgy nagyjából azért benne legyen ebben a kiválasztott szegmensben. És láthatjuk, hogy a basszus az mondjuk próbál egy kicsit több lenni, de szerintem az teljesen jó, mert ez a maximum értéket mutatja, és ezek ilyen átlag értékben vannak. Ez már
megfelelőnek számít. Nem tökéletes, de megfelelő. Nézzük azért meg, kicsit másképp, tehát ez már úgy szoszó helyel közel elmegy. Hogyha mi mondjuk le akarunk követni mastering folyamat során egy zenét, amit etalonnak szánunk, és azt akarjuk, hogy nagyjából hasonlóképpen szóljon, akkor ezzel a szoftverrel megtehetjük azt, hogy akkor jó, ez innentől kezdve hasonlóképpen fog szólni. Viszont van nekünk egy másik lehetőségünk is, egy plusz lehetőségünk, ez pedig az, hogy mi csináljunk egy sajátot egy meglévő zenéből. Tehát nekünk van egy darab zenénk, és mi azt akarjuk itt lemodellezni, vagy lekövetni, és akkor nem is tudom, hát most legyen ez teljesen mindegy, egy betölti szépen, és ez a Ruszlánának volt a Wild Energy című dala, de azt most így nem játsszuk le, és akkor ő megmutatja azt, hogy az milyen tartományban mozog az a dal, az a bizonyos dal. És onnantól kezdve nekünk az equalizerrel az a dolgunk, hogy úgy állítsuk be, hogy ez ezeken a tartományokon belül maradjon. Viszont akkor így már látszik is, hogy itt ugye a közép-középmény tartományban még mindig nem vagyunk jók annyira. De tehetünk ellene. Tehát igazából ez erről szól, ennek a szoftvernek én olyan extra sok értelmét nem látom, mert aki szakember, az a füle alapján fog dolgozni, vagy fogja és igazából előveszi a hagyományos spektrummérőt. És itt nagyjából ugyanazt fogja látni, mint amott. Tehát, hogy itt vannak ilyen kis frekvencia kihagyások. A sima egyenes vonal az ideálisat jelöli, tehát az lenne az ideális, és ehhez képest mi egy picit itt, ebben a... Hát, azt mondja, hogy mindegy 200 Hz-től 600 vagy 700 Hz-ig kicsit kevesebb van, egy nagyon picivel kevesebb van, néha kiugrik, de ott azért lehetne mondjuk alakítani rajta. Tehát ennek olyan nagy haszna nincs ennek a szoftvernek, hogyha mi nagyon jól tudjuk a dolgunkat, akkor ennek nincs értelme. Viszont hogyha netán mondjuk az van, hogy gyorsan kell dolgozni, és tényleg több számot egybe kell alakítgatni, akkor azért mondjuk ettől függetlenül ez egy tök jó kis segítség lehet, hogyha mondjuk egy egész albumot keverünk, és mixing folyamatban nincs rálátásunk, tehát nem tudjuk keverni is a dalt, csak a masteringet tudjuk megoldani egy sztereó sávval, akkor itt van ez a kis kütyű, ez a szoftver, és ezzel meg tudjuk oldani azt, hogy aránylag egy szintre hozzuk a dalokat. Tehát ez mondjuk ilyen szempontból határozottan előnyös tud lenni, de olyan, mintha a spektrummérőt csinálta volna meg ez a cég Pepitában. Tehát körülbelül ennyi, és hát olyan extra nagy dolog ebben nincs. Viszont ami mondjuk talán előnyös még ebben a szoftverben, az itt látható. Ez azt mutatja nekünk, hogy mennyire van meghajtva a maximizerrel az adott dal. És ez egy középértéket mutat, tehát hangerőben ez egy középértéket mutat, de én most ez egy kicsit meggyűrködöm. És itt látható, hogy a maximizer már az igen erőteljesen belegyúlt. Viszont itt láthatjuk, hogy itt van két vonal, és ez még a határértéken belül van, és ez az adott számhoz, tehát amit az előbb betöltöttem a Ruszlánának a Wild Energy-ét, ez ahhoz képest viszonyítja, hogy mennyire maximalizáltuk a jelet, mennyire tömörítettük be a zenénket,
és még a határértéken belül vagyunk. Tehát igazából ez ezt mutatja. Hogyha túllépném, akkor az adott számhoz képest már igen erőteljesen lapos lenne a szám, vagy túlvezérelt, vagy nem is tudom, mert nem túlvezérelt, mert a maximizerrel nem lehet túlvezérelni, csak annyi, hogy túlzásba visszük a dinamika csökkentését a hangerő javára, hangerő emelés javára, és igazából ez is egy hasznos dolog, de az a helyzet, hogyha mondjuk mi most kapunk 10 darab masterelentlen dalt, akkor mi általában azért ugye a hangerő tekintetében inkább a fülünkre hagyatkozunk, úgyhogy ez csak egy ilyen kis visszajelzés a számunkra, egy újabb segítség, hogyha szükségünk van rá. És ez azt jelenti, hogyha szükségünk van rá, akkor még nem vagyunk elég tapasztaltak ebben a dologban. De ennyi gyakorlatilag. Úgyhogy az izotóp ózonnak ennyi az újdonság része. Itt van még egy olyan, hogy ha nem mi akarjuk kézzel beállítani, akkor lehetőség van arra, hogy lejátsszuk a zenét, megnyomjuk ezt a gombot, és ő magától beállítja, hogy milyen frekvencia tartományokban történjen vágás. Viszont ez megvan a hetes verzióban is, csak ott annyi a különbség, hogy ez akkor jön ki, leginkább amikor az egérre rámegyünk, tehát akkor ott látszódik, hogy itt van a automatikus tanulás folyamata, viszont hogyha egért leveszem róla, akkor nem látszik. Tehát olyan extra nagy különbség nincsen a két szoftver között. Én azt mondanám, hogy legyünk őszinték, fölösleges átváltani a 8-as verzióra, mert itt a hang javításában nem történt extrém változtatás, vagy legalábbis nem észrevehető. Egyedül tényleg annyi, hogy itt nekünk ebben az Exciterben van egy kis plusz, hogy akkor mi a frekvencia tartományokra különféle módokat tudunk alkalmazni, de ezen kívül az ég egyet a világon semmi olyan nincs, ami ezt indokolná. Hogyha mi nagyon gyorsan akarunk dolgozni, és kicsit olyan szedett vetettek vagyunk, meg nem vagyunk annyira szakértők, akkor mondjuk lehet, hogy érdemes megvenni ezt a 8-as verziót, pont az előbb említett program véget, de igazából ennyi a nagy újdonság, úgyhogy én várnám a 9-es verziót, hogy kíváncsi lennék, hogy milyen újdonság van benne. Azt kell mondjam, hogy a nagyobb újítások nem is az Ozone 8-asban vannak, hanem az Izotope-nak a Neutron 2-es elnevezésű szoftverében. Ugye abban már benne van ez a Tonal Balance. Illetve van nekünk egy vizuál mixerünk, amivel azt tudjuk elérni, hogy a kicsit olyan beszűkült térérzettel rendelkező zenéket majd, hogy nem hangszer szerint egy kicsit szét tudjuk választani, egy kicsit teresebbé tudjuk tenni. Ez bizony egy tök jó dolog abban az esetben, hogyha nem mi keverünk. Mert hogyha mi keverünk, akkor ennek a szoftvernek az ég egyadta a világon semmi értelme, hiszen ezt meg tudjuk oldani a mixerben. De hogyha egy sztereó sávot kapunk csupán, akkor ez egy nagyon jó dolog lehet, hogyha el van cseszve a mix. Úgyhogy a nagy újdonságok igazából a Neutronban találhatók, az Ozone az pedig megmaradt körülbelül azon a szinten, mint a 7-es volt, annyi, hogy egy pár újdonság belekerült, és kész, ennyi. Sziasztok!